Sziasztok, Jánci vagyok, és ez egy videó, őszintén, hogy mi a véleményem a Google Plus-ról. Én a Google Plus-t senkinek se ajánlanám, egyrészt a kezelhetetlensége miatt, és másrészt az olyan veszélyeiről, amire sokan nem gondolnak. Sok videóst láttam, hogy csináltak videókat, hogy a YouTube... Egy YouTube felhasználó, aki videókat készít, az nem tudja már megnézni a megjegyzéseket, a kommenteket, és nem tud még rájuk válaszolni se, még kommentet se lehet írni. És ezt azzal jár, hogy én rákattintok ide, hogy beérkezett üzenetek, ide ki van írva, hogyha meg akarod nézni a megjegyzéseket, akkor Google Plus fiókkal kell rendelkezzél ahhoz, de... Ha van Google Plus fiókod, az sem olyan egyszerű, mert ott még meg is kell keresed a beállításokba, hogy éppen hol van az a beérkezett üzenet, és nagy nehezen tudsz rájuk válaszolni, vagy éppen megnézni, de akkor már tudsz rájuk legalább a videóid alatt még kommentet is írni. De ez nem ilyen egyszerű, ugye, mert akkor kell Google Plus fiókot csinálni. És mi a lényege a Google Plusnak? A Google Plus... Azt ugye sokan nem értik, hogy miért van, hiszen ott a Facebook. Ha valaki akar egy olyan felhasználót csinálni, ahol beszélget a másikkal, vagy éppen szeret úgy csetelgetni, akkor a Facebookod válaszol, ugye. Ugye a Google Plus megpróbált egy olyan rendszer, vagy a Google olyan rendszert összedobni, ami vetekedhet a Facebookkal, de ez nem nagyon sikerült nekik, és ahogy most elnézem, tízszer rosszabb, mint a, vagy talán többször is. És mi ennek a célja, hogy a Google megcsinálta azt, hogy akik YouTube-ozók, azok csináljanak Google Plus-t, és tudjanak megjegyzéseket írni. Ennek az az egyetlen célja, hogy az emberek azonosságát elvigye. Szó szerint ellopja. És ezt úgy lehet ezt bebizonyítani, hogyha valaki nem hisz nekem, hogy ha akarsz regisztrálni Google Plus-ra, kéri az igazi nevedet. Vezetéknév, keresztnév. És akkor hát mire is gondolhat ilyenkor az ember, hogy hát én nem akarok rendes nevemmel ér, valódi nevemmel fölregisztrálni. Hát meg kell adjam minden adatot. És ezt az adatot ők föl tudják a Google-nél használni, és ki tudja, hogy milyen célra használják fel őket. És ezt sokan nem veszik figyelembe, és nem tudják, és én erre a veszélyre szeretnélek titeket felhívni. Nekem már mindegy ugyan, mert nekem volt egy e-mailes fiókom, amin szerepelt a nevem, és hogy hol is lakok, de én azt kitöröltem. De hát hova törlöm ki, hiszen a rendszer az már megjegyezte, szóval engem már be tudnak azonosítani, főleg az, hogy csak a nevemet beütik, IP címet megnézik, bemérik, hol vagyok, ennyi. És akkor után telefonkönyv, vagy ki tudja hol, vagy egyszerűbb dolgokkal megnézik, hogy én éppen hol lakok. Aztán ha olyan ember az illető, akit lehallgatnak, vagy valami, akkor bármi előfordulhat. Ha éppen egy híres személyiség, akkor be tudják lőni, hol van, meg egyéb dolgok, de igazából... Engem ez nagyon nem érint, de én figyelmeztetlek titeket, hogy ilyen adatokat ne adjatok meg a Google Plus-ra, mert éppen elég baj az, hogyha már ellopják az privát szférádat, nemhogy még itten lehallgassanak meg minden. Ez lehet, hogy eléggé félelmetesnek hangzik, meg sokan azt mondják, hát minek hallgatnának le? Hát figyelj, bármi megtörténhet, én ezt mondom. Szóval nekem ez a véleményem a Google Plus-ról, és ha szeretnétek kommenteket írni a videó alá, kérlek küldjétek el nekem az e-mail címemre, amit itt a csatornámon meg is láthattok. Itt van dejancix@freemail.hu. Erre elkülditek, odaírjátok nekem, hogyha szeretnétek kommentelni, melyik videó, a videó címét, és akkor szöveget alá. És akkor meg is
Köszönöm, vagy akár válaszolok is, hogy éppen, hogy küldtél nekem egy kommentet, és nekem ez nagyon jó dolog, ugye, mert én már nem tudok kommentet olvasni, mert Google Plus fiókot nem szeretnék csinálni, és egyszer megpróbáltam, és akkor egyből le is csatlakoztattam, megnéztem, azt annyi volt nekem. Nekem nem kell ilyen Google Plus. Ha meg erőltetik, akkor én nem tudom, itt a YouTube-on abba hagyom itt a videózást, mert már ellopják az adataimat, meg minden. Szóval, ha szeretnétek kommentelni a videóim alá, nyugodtan itt a például Crusaders Kings 2 dal története 3. rész leírjátok alá, hogy mit szeretnétek alá kommentelni, elkülditek nekem e-mailbe. Na akkor igazából ennyi is lett volna a véleményem a Google Plus-ról. Nem volt olyan hosszú, de szerintem eléggé... Hát eléggé... Hát én elmondtam, amit én ez alatt látni vélek, szóval Jenci voltam, sziasztok!